Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Tudják, 2022-ben választunk. Most ahhoz, hogy eldöntsük, hogy a jelöltek közül kiket akarunk támogatni, előtt azért a jelöltek még jelölti állapotukban is megmérletik magukat. Hogyan, miként? Most erről fog megint beszélgetni Magyar György ügyvéddel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szerintem a kommunikációhoz sokkal hasznosabb, ha azonnal a maszkot is eltávolít. Hát mert itt megvan a védőtávolság. Itt így igaz, nagyon szigorúak vagyunk. Legalább mi vigyázzunk egymásra, Péter, ha már a kormányzat nem vigyáz ránk. Mi vigyázzunk egymásra. Azt legalább mi legyünk azok. De mielőtt választanánk, akkor előtte szeretném megtudni, hogy most... Nem emlékszem a jelzőre, amivel a gyermekedet illették. Ja, politikai aktivista, elfogult. Elfogult politikai aktivista. Valami ilyesmi. Na most... De hát a Deutsch Tamás mondta akkor a jelzőt, nem érdemes megjegyezni. Na akkor kicsit világosítsuk meg, hogy mi is szegény nézők számára érdekli őket ez? Szerintem abból a szempontból érdekelheti őket, hogy az ilyen jelzőkkel való, az ilyen jelzőkkel való illetés hogyan függhet össze egyes vélemények szerint, teszem azt a civil választási bizottságra. Szóval így nagyon jó a kérdés, mert el kell neked mondanom, és az első alapmondat az, és nem is érdemes elmagyarázni, hogy az én fiam tényleg 4 éve kint dolgozik Brüsszelben, és a feladata olyan, amit az ottani bizottság számára meghatároz. Ha az a feladata, hogy a magyarországi jogállamiságot tanulmányozza és értékelje, és munkát végezzen ezzel összefüggésben, akkor ez a feladata. Ha az a feladata, hogy nézze meg ugyanezt Hollandiában, akkor azt végzi. Ezzel összefüggésben ő neki a szolgáltatása az ottani munkaviszonyával van szoros összefüggésben. És az is való igaz, hogy 2017-ben, amikor itt hagyta az ügyvédi pályát, és engem a Pácban hagyott benne az ügyvédi irodában, mert kivonult Brüsszelbe, ezt a munkát elvállalta, több ember közül választották őt ki erre a lehetőségre, megfelelt, kivonult, családostól, mindenestől, és amikor elment, akkor a mi blogunkon, majd van nekünk egy blogunk, ez a reklám helye, magyarügyvéd.blog, ügyvéd.blog, elbúcsúzott, egy posztot tett ki. És abban a posztban elmondta, hogy nem örül annak, amit Magyarországon van, nem szereti azt, ha ügyvédként neki ezt a rendszert kell szolgálni, ahol nincs meg a tisztesség, nincs meg a jogbiztonság. Tehát magyarul kritikai megfogalmazásokat alkalmazott, és azt mondta, nem jó irányba halad Magyarországon a jogállamiság, a demokrácia, az alkotmánybíráskodás. Tehát okos emberként kinyilvánította a gondolatait. És most Deutsch Tamás, aki szintén egy okos ember, és nem is értem, hogy miért nem ő pályázta meg ezt az állást, hiszen állítólag ő is tud nyelveket, ő is jogászt végzettségű. Gábor lett, akit kineveztek, az én fiam, és Deutsch Tamás most azt kifogásolja, hogy létezik az, hogy egy olyan szakember, aki 2017-ben a véleményét kifejezte ezen a Bucsú blogon, fogja majd raportálni azokat az embereket, akik Magyarországot képviselik az Európai Bizottság előtt. Ezt kifogásolta ő, ezt felkapta a Kesma, magyarul felkapta a kormánymédia, és utána kitekintésileg elmondták, hogy ő az én fiam, és én pedig egy virtigli, mi vagyok, baloldali elkötelezett, a civil előválasztási bizottság elnöke vagyok, és az ellenzék ügyvédje. Ezt így hozták össze, és a kifogása pedig az volt neki, hogy az Európai Bizottság ezt ne hagyja így. Na most arról a kérdéskörről, hogy mi lesz ott a Gáborral, mi nem lesz Gáborral, aztán én nem tudok foglalkozni. A gyerek is megkért arra, hogy ez az ő ügye, ezt bízzuk ő rá, és a bizottságnál tegyen panaszt, akinek nem tetszik bármi se, de ne hozzák összefüggésbe az ő magánvéleményével, és különösen ne az én tevékenysége. Világos, jó. Akkor ezt tisztáztuk is, de akkor nézzük ezt a civil előválasztási bizottságot. Az ellenzék ügyvédje, virtigli baloldali gondolkodó, ki finanszírozza a civil előválasztási bizottságot? Ez csak ugye azért kérdés, hogy ne menjünk bele különböző utcákba, vagy az a kérdés, hogy menjünk-e bele különböző utcákba? Szóval nem Soros finanszíroz bennünket, és nem is más szerveződés, hanem magunkat tartjuk fent.
mert nekünk vannak tagszervezeteink, olyan tagszervezetek, amelyek tartoznak valahova, akár így, akár úgy, vagy egyszerűen csak magánszorgalomból, támogatással működünk, de nincsenek jelentős költségeink. Ezek tagszervezetek, itt van köztük például az a hang, amelyik részei nagy nemzetközi szerveződésnek, sok petíciót kezdeményeznek, és vannak eléréseik, amelyekkel összefüggésben vannak támogatásaik is, és gyűjtéseik is, tehát itt is van egy finanszírozás. Van egy másik tagszervezetünk, a Nyomtas Te Is, ők is társadalmi munkában végzik a munkájukat, eljuttatják azt a kommunikációt, amit nem lehet eljuttatni vidékre, mert ott az emberek meg vannak fertőzve a központi média által. Akkor számoljunk, Együtt Mozgalom is része a mi tevékenységünknek, ott is aktivisták dolgoznak. Az a dolguk, hogy együttműködjenek a civil bizottsággal és az előválasztási bizottsággal és a nagyválasztási bizottsággal, ők képezik ki azokat az embereket, akik majd beülnek a bizottságban, és nálunk pedig számolják majd a szavazatokat. Itt is megvan a finanszírozási háttér. Tehát mindenki a tevékenységét adja és a szolgáltatását. Mi, akik figyelünk az egész jogszerűségre, nem kérünk egy fillért sem, elvégezzük ezt a feladatot. Szervezünk vitákat, a civilek a demokráciáért mozgósítanak, tehát itt van az elegy közöttünk, amelyik társadalmi háttérmunkát végez. Tehát olyan szolgáltatások vannak, amelyekkel nem kell, hogy úgymond pénzzel foglalatoskodni, nincs finanszírozásra szükség. Támogat minket a TASZ, a jogi hátteret biztosít szükségszerűen. Tehát van olyan támogatói körünk, ami megelégedik azzal, hogy dolgozhat, mert számunkra a jogállam és a demokrácia mindenek előtt. Ez nem pénzkereseti lehetőség, és a költségeket pedig elő tudjuk teremteni. Azt mondtad az előbb, hogy vidéken a média, azt mondta, hogy a kormányzati média jelentős túlsúlya van jelen. Én jó múltkor egy másik internetes televízióban néztem egy beszélgetést, egy volt politikussal, aki felvetette azt, hogy hát én így értelmeztem, hogy el is kényelmesedhetnek ellenzéki politikusok erre való hivatkozásra. Tehát, hogy nekik is jelen kell lenni, el kell menni a kis településekre, és ebben a Civil Előválasztási Bizottság és a tagszervezetei ezt az elkényelmesedést segítik, vagy pont ellenkezőleg azt akarják elérni, hogy igenis menjetek el, mondjátok el. És akár ez nem csak rájuk igaz, bármi ki más jelöltre igaz. A kérdésben a válasz, pontosan ez a feladat, door-to-door, tehát el kell jutni az emberekhez. Miután a központi média ezt megfojtja, és a központi média torzítja a valóságot, ezért valóban az információkat el kell juttatnunk azokhoz az emberekhez, akik nem kerülnek abba a helyzetbe, hogy különböző irányból dolgozzanak. Más egy nagyváros, más egy főváros, és egészen mások azok a települések, ahol az emberek függő viszonyban vannak, a helyi hatalomtól is, meg egyáltalán a környezeti világ kicsit jobban ismeri őket. Akkor például a Nyomtas Te Is 12.500 aktivistája fölkerekedik, és elviszi ezeket a nyomtatvány információkat, például mi az az előválasztás, az ellenzékiek mit gondolnak, ki lenne a jelölt, és egy kicsit aktivizálja az ottani lakosságot. Informálja őket arról, hogy az előválasztás miért rettenetesen fontos, megnyugtatja őket a tekintetben, hogy bátran szavazhatnak, mert nem kerülnek fel egy listára, sem Kubatov listára, sem egyéb listára, nem lesznek megkülönböztetve, nem lesznek lekamerázva. Tehát egy kicsit az információt el kell juttatni hozzájuk, mert ettől el vannak ők dugulva. Jó, van még egy problémám, csak egy problémám lenne, de ezt minden alkalommal belemegyek ebbe a zsákutcába, de nem baj, úgy kell nekem. A trollkodás veszélye, és most elsősorban nem arról szeretnélek kérdezni, hogy mondjuk teszem azt a kormánypárti trollokról szeretnék beszélni, hanem az ellenzéki pártok az előválasztások során próbálják esetleg meg is trollkodni a másiknak a jelöltjét. Nem jellemző. Ilyen veszélyre ne készüljünk fel? Ne készüljünk, mert ők tisztességesen akarnak versenyezni, és tényleg minden ellenzéki jelöltnek az a célja, hogy közülük a legalkalmasabb kerüljön be a versenypályára. Na jó, de hát mindenki azt gondolja magáról, hogy én vagyok hát a legalkalmasabb. Gondolja is, vetélkedjen meg. Győzze meg a hátteret, győzze meg a lakosságot, menjen el vitatkozni, ha lehet majd élőben, ha nem, akkor online formációban, és a vízióját, a gondolatait mondja el, azt a lakosságnak, hogy miért választhatok engem és ne őt.
Ezek a vetélkedők, ezek tisztességes vetélkedők lesznek, politikai vetélkedők lesznek, és nem lejáratások, mint amiről a mai beszélgetésünk elején kezdtünk karaktergyilkossággal foglalkozni, ugye? Ezt ők kizárták egy etikai megállapodással, és aki elindul, aláír nyilatkozatot, többek között vállalja azt is, hogy a másikat nem fogja megalázni, hanem csak a gondolatiságával fog foglalkozni, az alapelvek le vannak rögzítve ellenzéki oldalon, és a megvalósítás különbözőségét fogja elmondani. Aláír többek között értéknyilatkozatot, aláír olyan nyilatkozatot is, amivel összefüggésben azt lehet majd később rajta számon kérni, hogy tisztességes az előélete, stb. Stb. És benne van ez a vetélkedő következményeképpen. Ha nem ő nyer, akkor beáll a győztes mögé. Világos. Ez nagyon lényeges dolog, ezek a jognyilatkozatok, mert nem csak arról szól, hogy nem foglak felpofozni, hanem arról is szól, hogy támogatni foglak. Lásd 2019-et, ugye, amikor főpolgármester versenyt bonyolítottunk rá a civil választási bizottsággal, akkor ott volt három él igazi párt igazi jelöltje, és lám-lám az egyik őjük megnyerte, Karácsony Gergely, és a két másikból, egyikből lett főpolgármester helyettes, a másikból pedig szaktanácsadó, és együtt csinálják, amit csinálni kell. Ezt képzeljük el az egyéni választási körzetekben is, hogy aki nem nyeri meg, az szépen beáll és segíti a másikat a nagy kampányban, mert mi a fő cél, hogy egy jelölt legyen az egyéni körzetben a Fidesz jelöltjével szemben. És technikailag most hogy áll az előválasztás? Mert ugye most május van, jön a nyár, és akkor ősszel már... Akár... Május végére meg lehet nyugtatni a lakosságot. Készen lesznek a részletek. Vannak szakbizottságok, az egyik szakbizottság programmal foglalkozik, a másik kifejezetten az előválasztással foglalkozik. A hat párt hozta létre, minket civil választási bizottságot ide integrálnak, és amit a szakmai tevékenységünket és tapasztalatainkat is felhasználják. És én úgy gondolom, hogy a részletkérdések vonatkozásában, az online szavazástól kezdve minden egyéb relációban május végére kész lesz, és akkor itt jön a nyár, jöhet a nyár, hogy bár lenne rendes nyár, és akkor hetedik hónapban már a jelölt jelentkezik a választási irodáknál, a civil választási irodáknál. Az együttműködésből fakadóan is azt mondja, hogy én kérem, meg akarom szerezni az aláírásokat, 400 aláírást kell szerezni egy egyéni jelöltnek, az nem olyan nehéz. Hát ugye ahhoz képest, hogyha jól tudom, hogy a választáson 500-at kell az egyéni jelöltnek szerezni? Igen, itt 400-at, és a miniszterelnök jelöltnek kell 20 000-et, hogy azért védjük már komolyan egymást, úgy, hogy ne jelölje ki saját magát a sarki fűszeres, hogy én is alkalmas vagyok. Ha van hozzá 20 000 támogatója, akkor tessék menni. Tehát az a nagyon fontos, itt az előválasztással összefüggésben, hogy 7. hónapban lehet jelentkezni, és 8. hónapban aláírásokat gyűjteni. 9. hónapban pedig lemegy az első forduló. Az első fordulóban már lehet szavazni a listán lévőkre, bár úgy értem, hogy akik közül választani kell, és miniszterelnök jelöltre. Ott is lesz legalább 6-7-8 név. Na ezt akartam kérdezni, hogy hány név fog szerinted a miniszterelnök jelölt? 6 és 8 között látszik most. De hát történhetnek még változások. Valaki hazajön egy emigrációból, mondjuk Izraelből, és azt mondja, hogy indulok, itt van a támogatottságom. Nem zárható ki, ha be akar jelentkezni. De hát én a mostani ismeretanyagból, a mai felhozatalból az jön ki, hogy 6-7, esetleg 8 potenciális jelölt lesz. És itt megint az a nagyon fontos, hogy első fordulóban nagy valószínűséggel nem szerzi meg senki az 50%-nál többet. Lesz második forduló, ahol 2 vagy 3 15% fölött végzett elindul, és a második fordulót meg akarjuk csinálni október elején, azért, hogy október 23-ára már összeálljon a kép, legyen miniszterelnök jelölt, legyenek meg a 106 úgymond kihívó egyéni választási körzetben legalkalmasabb szereplő, és program összeállítás. Jó, akkor ezek szerint mondhatjuk azt, hogy 2 hét múlva akár, ha itt találkozunk esmételten, akkor azt tudod mondani, hogy kérem szépen, összeállt a kép. Van esélyre. És elindulhat az előválasztás. Az a 2 hét, az 3 hét, de teljesen rendben van. Május az 31 napos szokott lenni, igen, a 10-ét írunk körülbelül következésképpen, akkor ez 3 hét. 2-3 hét. Így is lehet mondani. Én azt gondolom, hogy a bizottságok nagyon aktívan dolgoznak, vannak már választási irodai kialakítások,
A civilek is aktívak ebben a tevékenységben, a pártok is aktívak, és a részletkérdésekben meg fognak állapodni. Lesz pártelnöki konferencia. Tehát én azt gondolom, hogy teljes mértékben tiszta kép lesz. A technológiája, a szinopszisa, a forgatókönyve készen lesz. És akkor tényleg lehet azzal foglalkozni, hogy lebonyolítás, az nem lesz könnyű. Lebonyolítani a sátrakat, lebonyolítani a megtalálást, az online szavazást, a számítógépes hátteret. De ez már megvannak, ehhez az aktívák, gyűjtik őket, és meggyőződésem szerint ez nyára tényleg kialakul. Jó, akkor mondhatjuk azt, hogy utána már csak a választópolgárokat kell aktivizálni, és kíváncsi leszek rá, hogy ez miként fog sikerülni, úgyhogy továbbra is mondom, fenyegetőleg visszavárunk. Vissza fogok térni, remélem egészségesek leszünk, és megmondom őszintén, engem egy picit zavar, nem húzom az időt vele. Picit zavar ez a nagy nyitás, és nem volt ütemes ez a nyitás. Mostantól elindultak a középiskolások is, ugye, és igen nagy jelentőség. Futballmeccsekre járnak az emberek, teraszokat nyitnak, ezzel a hamis igazolványa, hogy nevezem hamisnak ezt az igazolványt. Ezt beszéltük múltkor, igen. Mert a tartalma teljesen megtévesztő, és ilyen értelemben tévedésben tartja az embereket. Nem lesz neki rossz következménye. Remélem, hogy a szakembereknek és az egészségügyi gondolkodóknak nem lesz igazuk, és nem lesz ez a nagy nyitásnak az a következménye, hogy megakadályozzák a együttélésünket, vagy a szabad életünket, úgyhogy ha nem haragszol így, hogy vége van a beszélgetésünknek, én fölveszem ezt, mert ez az előírás. Értettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.